Az októberi közgyűlés napirendjén szerepelt Kecskemét idei költségvetésének módosítása. A hatalmas mennyiségű adattal alátámasztott előterjesztésből többek között kiderül, hogy a büdzsé főösszege 2,7 milliárd forinttal emelkedett meg. Ennek legnagyobb tétele az 1,9 milliárdos többletbevétel. Ez az összeg a korábbi terveket meghaladó iparűzési adóbevételből, a kamatbevételi többletből, illetve az osztalékbevételekből tevődik össze. Az előterjesztésből ugyanakkor kiderül az is, hogy 203 millió forinttal sikerült idén csökkenteni a kiadásokat, valamint 312 millió forinttal nőtt az általános tartalékkeret, amely így már eléri a 815 millió forintot. Szemereini Pataki Klaudia polgármester szerint a többletbevételek révén lehetőség van az energiaköltségek, illetve a megemelkedett élelmiszerárak kompenzálására, mindeközben pedig a fejlesztések sem állnak le. Mintegy 200 millió forint többletet kell fordítanunk az megemelkedett energiaárakra, a közétkeztetésnek a emelkedése, az élelmiszer áremelkedése az 400 millió forint, és itt szeretném hangsúlyozni és kiemelni, hogy mindezt tesszük úgy, hogy a szülők terhét nem emeltük, tehát nem történt térítési díj emelés szeptembertől egyetlen egy intézményünkben sem. Mindezek mellett a városüzemeltetés is kapott plusz 200 millió forintot, és az élményfürdő működése is stabilabbá vált a 400 milliós plusz forrás biztosításával. Az előterjesztés kapcsán a kormánypárti képviselők Kecskemét gazdálkodásának eredményességét hangsúlyozták. Levicki Cyril többek között a társasági adóbevételek és az iparűzés adó növekedésére hívta fel a figyelmet. Lévai Jánosné a szociális terület plusz forrásait, illetve a civilek támogatását hangsúlyozta. János István pedig arról beszélt, hogy a költségvetés pozitív számai előrevetítik a 2024-es büdzsé kedvezőbb helyzetét is. Fekete Gábor hozzászólásában hosszasan sorolta az elmúlt időszakban megvalósult fejlesztéseket, amelyek szerinte megteremtik a minőségi élet feltételét Kecskeméten. A baloldali ellenzéki képviselők hozzászólásaikban kritikákat fogalmaztak meg, hangsúlyozva az elhibázott kormányzati intézkedések negatív következményeit, amelyeket az önkormányzatnak kell kompenzálnia. A napirend lezárásaként a közgyűlés végül 13 igen és 6 tartózkodás mellett fogadta el Kecskemét idei költségvetésének módosítását.